nem fogok senkit se így inszonálni, csak ki tudja, hogy hogyan emlegették volna a Lampert Mónikát, hogyha amellett, amit Gyurcsány Ferenc mondott, még azt is mondja, hogy nem elég, hogy a vállamon sírt, még a Kósával is konzultált a parlamentben. De, kedves, de félretéve a tréfát, tehát azért merem ezt egyébként, elnézést kérek, azért mertem ezt megemlegetni magamnak, mert tudom, hogy képviselőtársam érte a tréfát, tehát ezt a poénból mondtam egyébként. A helyzet az az, hogy Lendvai Ildikó után futottam kétségbeesetten a parlamentben, de nagyon ritkán teszek ilyet, és abszolút konzultációs szándékkal ráadásul, csak egyszerűen lelépett, mielőtt el tudtam volna érni, mert még akkor a Vona Gábor úrral beszéltem. De semmi extra nincs abban, amit én javaslok. És hogy mennyire lám itt hozom elő a kompromisszum készséget, szerintem abból, amit Karácsony képviselőtársa mondott, illetőleg Dóra képviselőtársa mondott, abból egy értelmes kompromisszumot össze lehet hozni. Amit Dóra mondott, annak az a hátulütője, vagy hátránya, hogy tényleg megbontja a választógi rendszert a tekintetben, hogy azt nem küszöböli ki, amire Karácsony képviselőtársam utalt nevezetesen, hogy egységes rendszer, egységes legitimáció. Mert akkor az időközi választásnál nem eltörjük, hanem 25%, aztán meg nulla. De én azt el tudom fogadni, amit Karácsony Sándor képviselőtársam mondott, meg kell nézni a konkrét módosító... Gergely, bocsánat, Sándor. Tessék? Bocsánat, igen. Annyi híres karácsony van, hogy az ember nem győzi, melyiket emlegetni. Tehát, amit Karácsony Gergely képviselőtársam mondott, mert az ezt a problémát nem hozza fel, a legitimáció megmarad, és valóban meg lehet azt is csinálni, hogy az első forduló 50%, a második pedig érvényességi küszöb nélküli. Tehát ebből szerintem ki lehet hozni egy normális javaslatot, és örülök, hogy Lampert Mónika is a vitában és a Braun Márton képviselőtársam reagálására azt mondta, hogy igazából ezt össze lehet hozni. Én szerintem, hogyha ezt megcsináljuk, semmi extra, és egy létező problémát valamilyen módon megoldottuk. Remélem benyújtották a módosítókat, mert akkor valami kompromisszumot összehozunk belőle, és szerintem ez problémamentesen lezárható. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer mondom, hogyha megmentottam volna képviselő azt, hogy remélem érti a viccet, én csak ezt hülyeségből mondtam, nem pedig nem bántásilag, őszintén mondom. No, akkor az általános vitát lezárom, és miután módosító javaslat érkezett, így majd részletes vitára bocsájtásra és részletes vitára következő üléseinken kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésnap további részében részletes vitákra kerítünk sor. Tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatot benyújtott képviselők üléshelyükön készhez kapták a részletes viták tervezett időpontját és a viták szerkezetét tartalmazó kiadványt. Megkérdezem, hogy tényleg így van-e? Mert hogy én nem kaptam ilyet levezető elnökként, és az előbb még nem is, most már van, mert pár perce még nem volt itt fenn nálunk, akkor most már a képviselők is, és én is rendelkezem ilyesmivel. Soron következik az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló ő törvényjavaslat részletes vitája. Az Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottságnál indítványát TIPER 3522-es számon, az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság ajánlását pedig TIPER 3522/38-as számon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatokat két szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Jegyzőasszonyt felkérem, hogy ismertesse a vitaszakaszokat. Tisztelt Országgyűlés, az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban szereplő indítványok az általános szabályok módosítását kezdeményezik. Ezek az ajánlás 1-től 10-ig és 25-től 32-ig terjedő pontjaiban, valamint a 34. pontban szerepelnek. A második vitaszakaszban pedig a kiemelt jelentőségi ügyekre vonatkozó eljárási szabályok módosítását tartalmazza az ajánlás 11-től 24-ig terjedő pontjai, valamint a 33. pont szerint. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemléssel jelezze. Kósa képviselő és Lampert képviselő asszony még onnan is szavazhat, hogyha van kedvük hozzá. Kézfelemléssel együtt, közösen, köszönöm szépen, látható többségi eszerint megyünk tovább. Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy ahogy szoktuk, jelezzék, hogy melyik bizottsági ajánlás, melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Vitaszakasz megjelölés nélkül írásban előre jelentkezett Bárándi Gergely képviselő úr, kérdezem, hogy melyik vitaszakaszhoz? Mind a kettőhöz? Hát akkor most először az elsőhöz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr.
azonnal mondom, hogy mihez a negyedik, az ötödik és a hetedik ajánlási ponthoz kívánok hozzászólni. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a nyomozási bíró az eljárásában köteles figyelemmel lenni a nyomozó hatóság és az ügyész speciális, kizárólag a nyomozás során érvényesíthető nyomozás taktikai szempontjaira. Ez, és erről lehetne persze külön vitát nyitni, hogy vajon a bírói függetlenséget mennyire érinti ez a javaslat, de én mégis a mondat második felében foglaltakra szeretnék reagálni. Ami így folytatódik, így különösen arra, hogy a gyanúsított és a védő a nyomozás adatait, tényeit és bizonyítékait csak a nyomozásra irányadó szabályok alapján ismerhetik meg. Tisztelt Országgyűlés, én ennek a javaslatnak a javaslatból történő elhagyására teszek indítványt. A tervezett módosítás az előzetes letartóztatottak vonatkozásában ellentétben van azzal a büntetőeljárási irányelv tervezettel, amely az elfogadását a Magyar Uniós Elnökség az egyik prioritásaként határozta meg. Az irányelv tervezetének hetedik cikke ugyanis kimondja, amennyiben egy terhelt személyi szabadságát az eljárás bármelyik szakaszában elvonják, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a terhelt vagy védője megismerhesse azokat az ügyiratokat, amelyek a fogvatartás megalapozottsága szempontjából relevánsak. Szintén ellentétes a rendelkezés az Emberi Jogok Európai Bíróságának állandó gyakorlatával, mely szerint annak az eljárásnak, amelynek során az előzetes letartóztatásról döntenek, kontradiktóriusnak kell lennie, és mindig biztosítania kell az úgynevezett fegyveregyenlőség elvének az érvényesülését a felek, vagyis az ügyész és a fogvatartott viszonylatában. A fegyveregyenlőség elve nem biztosított akkor, ha a védő nem férhet hozzá azon nyomozati iratokhoz, amelyek ismerete alapvetően fontos ahhoz, hogy az ügyfele fogvatartásának jogszerűségét cáfolni tudja. Erre egyébként példa Nikolova kontra Bulgária ügy, amely a bíróság előtt zajlott, és gyakorlatilag ez a bíróságnak a véleménye ezzel kapcsolatban, amit én idéztem. Mindezek mellett szeretnék itt a plenáris ülésen is utalni arra, hogy közös elhatározással döntöttünk annak idején arról, és ebben minden párt egyetértett, hogy szükséges felülvizsgálni az előzetes letartóztatásoknak a rendszerét, a jogi szabályozását és a gyakorlatát. Ezért az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ellenőrző albizottsága 3 ülést tartott, amelyre meghívtuk az ügyészség képviselőjét, meghívtam a bíróságok képviselőjét, jelen voltak ezen a tárgyaláson a büntetés végrehajtás képviselői, szakmai szervezetek, civil szervezetek egyaránt. Ezen az ügyészséget leszámítva, akitől egyébként, mint tudjuk, ez az eredeti indítvány származik, az volt az álláspont, hogy a jelenlegi szabályozáshoz képest bővíteni kell a védőnek az irat betekintési jogát. Az albizottsághoz eljuttatott véleményéhez a legfelsőbb bíróság elnöke egyébként mellékelt egy büntető kollégiumi véleményt is, amelyben a büntető kollégium a hatályos jogszabályi rendelkezések kerete között bővítette a védő iratbetekintési jogát. A kormány egyébként az egyetlen volt, ahogy már ezt többször elmondtam, aki az ülések során nem nyilvánított véleményt ebben a kérdésben. Az a módosító javaslat, amelyet önök benyújtottak, és amelyet én elhagyni javasolok, az gyakorlatilag szembe megy mindezekkel az elvekkel, és az ügyészség véleményét leszámítva mindenki más véleményével ebben a szakmában. Én úgy hiszem, hogy kifejezetten azt írni egy módosító javaslatba, hogy az előterjesztő nem ért egyet azzal az állásponttal, amit a büntetőbíróságnak a büntető kollégiuma képvisel, és még egyébként más szervezetek és szakmai szervezetek, önmagában is elég sok kérdést vet fel, de úgy hiszem, hogy az általam idézett nemzetközi dokumentumok és az emberi jogi bíróságnak a gyakorlata, az pedig nem hagy kétséget afelől, hogy ez a javaslat nem fogja kiállni a nemzetközi jognak a próbáját, hogy analógiát mondjak az alkotmányossági próbára.
Szeretnék érvelni még amellett a javaslat mellett, nagyon röviden, de gondolom ezt ő maga meg fogja tenni, amit Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam nyújtott be, hiszen Gaudi képviselő úrnak a javaslata nem csak megtartani kívánja a jelenlegi szabályozását a védői iratbetekintési jogkörnek, hanem azt abba az irányba kívánja fejleszteni, amely irányról én az előbb beszéltem, és amely irányt egyébként, mondom, az ügyészséget leszámítva ebben a szakmában mindenki más képvisel. Éppen ezért mondom, én nem kívánom az övét ennél jobban érvelni, csupán megindokolni, csupán szeretném jelezni azt, hogy mi ezt a javaslatot maximális mértékben támogatni fogjuk. Tekintettel arra, hogy az idő nem teszi lehetővé azt, hogy a poligráfos vizsgálatok, illetve bocsánat, mert ez a következő szakaszban, de hogy a vádelhalasztásról beszéljek, még ismételten szót fogok kérni. Köszönöm szépen a figyelmet. Következik Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, Jobbik. Ugyancsak 6 percben. Köszönöm, elnök úr. Ebben a vitaszakaszban több ponthoz szeretnék hozzászólni. 3-as, 5-ös, 12-es, 14-es, 18-as, 19-es, 23-as, 24-es és 29-es pontok. Ezek azok a módosítási javaslatok, az a 9 is köztük van, amelyet jó magam nyújtottam be, és van néhány olyan közte, amelyet nem én nyújtottam be, de fontosnak tartanám, hogy a részletes vitában meggyőzzem képviselőtársaimat arról, hogy szükséges volna ezen a javaslaton módosítani. Miről van szó igazából? Általános vitában már elhangzott, bár ugye ott elég limitált jelenlét volt a ház részéről, hogy bizony egy olyan módosító javaslattal jött most elő a ráadásul az Alkotmányügyi Bizottság, amely alapjaiban ingatja meg a büntetőeljárási garanciák rendszerét úgynevezett kiemeltebb ügyekben. A kiemeltebb ügyek kategóriának létrehozatala, mint megoldási lehetőség egyébként nem egy ördögtől való dolog. Tehát a Jobbik a rendpártja, és abszolút amellett van, hogy a politikus bűnözés és a fehér galéros bűnözés, egyáltalán mindenfajta közpénzekkel kapcsolatos bűnöző magatartást szigorúan, határozottan büntessen meg az állam. És egy olyan eljárásban folyjon mindez azonban le, amely a tisztességes eljárás követelményének keretébe tartozik. Hát ez a problémánk. Tehát ezek a módosító javaslatok, ugye, tehát a 48 órán át védő nélküli állapotban tartani egy terheltet, aki ez idő alatt ki van téve a nyomozóhatóság egyébként is viszonylag gyakorta észlelhető rutinszerű kényszer, fenyegető jellegű magatartásának, azt gondolom egy nagyon-nagyon rossz üzenet, tehát semmilyen módon nem mutat előre. Tehát a védelemhez való jog az megilleti a jelenlegi alkotmány szerint és az ő elfogadott alaptörvény szerint is, megilleti az eljárás egész szakaszában az eljárás alá vontat, és ezt még azon nemes cél sem írhatja fölül, amely egyébként általunk támogatott, tehát mely szerint mondjuk az elmúlt 8 év kiemelt bűncselekményeit, politikai tisztség felhasználása elkövetett bűncselekményeit valóban keményen meg kell büntetni, felelősségre kell vonni az elkövetőket, de ezt törvényes úton is meg lehet és meg kell tenni. Tehát ennek érdekében nagyon bízom benne, hogy valamilyen módon legalább Rubovszky György képviselőtársunk szavára hallgat majd a kormányoldal, és meghallgatják az ő érveit is, vagy akár Répás államtitkár úr szavait is, akik egybehangzóan arra az álláspontra helyezkedtek, hogy védő nélküli állapotban alkotmányosan és Európai Emberjogi Egyezmény előírásával egybehangzóan nem lehet tartani terheltet, még a úgynevezett kiemeltebb ügyek kategóriában sem. A Rubovszky képviselőtársunk most itt a mai Alkotmányügyi Bizottság ülésen egyébként csak a jegyzőkönyv kedvére mondom szomorúan, hogy minden módosító javaslatunkat leszavazott a kormányoldal, tehát nem mutatott nyitottságot arra, hogy valamilyen kompromisszum szülessen. Egy kompromisszum most javaslat jelenik meg gyakorlatilag, ugye, hogy Cserpakovics András képviselőtársunk mint egy adományként azt a javaslatot teszi, hogy 24 órára limitálódjon a védő nélküli eljárás alatt tartása, őrizetben tartása a terheltnek és a kihallgathatósága, és ezt csak egyedi körülmények alapján, egyedi ügyészi döntés alapján lehessen eként kihallgatni. Én azt gondolom, hogy a nyomozóhatóság többször bizonyította már, többek között a budaházi ügyben is, amely üggyel kapcsolatos pólót is itt magamon viselem, pontosan azért, mert 2 éve tart már ugye egy olyan koncepciós jellegű eljárás, amelyben hemzsegnek azok a
törvénysértések mind a nyomozati szakban, mind a tárgyalási szakban, amit a nyomozó hatóság elkövetett. Tehát sajnos ma Magyarországon még az olyan szép látványos beszámolók ellenére, mint amit a legfőbb ügyész ugye 2010-es beszámolójában letett az asztalra, látnunk kell, hogy a 96%-os váderedményességi mutató az jelentős mértékben annak köszönhető sajnos, hogy nem a törvényes keretek között zajlanak a nyomozások, a bizonyíték beszerzések vagy a vallomás tételek, és egyáltalán számos olyan eljárási cselekmény történik, amelyek nem a büntetési törvény szellemében és betűje szerint zajlanak. Tehát összességében a drasztikus büntetési garanciák megkurtítása nem elfogadható, és ennek érdekében javaslom megfontolása tehát azt, hogy a módosító javaslataim közül lényegében az ezzel foglalkozókat mindenképpen támogassák, hiszen ugye ezt valóban nem csak én terjesztettem ilyen javaslatot elő, ugye ez a védő, 48 órás védőtől való távoltartás, illetve 120 órás őrizet intézménye, ez ugye mind a 19-es ajánlási pontban megjelenő javaslat, ez Bárándi György képviselőtársunk, Grubowski György képviselőtársunk és a LMP-s képviselők közül is, Siffer András, Dorosz Dávid is előterjesztettek ilyen indítványt, hogy ilyen szabályt ne hozzunk. A 120 órás őrizet, az pont, hogy nem az eljárás megrövidítését, hatékonyabbá tételét szolgálná, hanem megint csak az ügyészség rutinszerű, kényelmi szempontjait elégítené ki, és ez azzal járna, szinte automatizmus módjára történne meg az 5 napos őrizet, a most már az eddigi hatályos szabályok szerinti 3 napos őrizet helyett. Ez az út semmiképpen nem járható. A kiemelt ügyek kategóriának a bővítésére tettem javaslatot az emberölés alakzatának beemelésével, azonban, ugye, ahogy láttam, Cserkalkovics képviselőtársunk ezt jelentősen megnövelné, többek között ugye a háborús büntettek, emberiség elleni büntettek kategóriájával is, sőt, mint a terrorcselekmények kategóriájával. Ez megint egy olyan üzenet, hogy lényegében akit úgymond terroristának nyilvánítanak, annak vonatkozásában az emberi jogok felfüggeszthetőek, de ezt akkor majd egy későbbi részben fejtem még ki. Köszönöm a figyelmet. Ipkovics György képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én az előterjesztés és az ajánlás 2-es, 11-es és 15-ös pontjához szeretnék hozzászólni az alábbiak szerint, de részletekbe lehetne elemezni ezeket a paragrafusokat, de végül is az üzenete valamennyinek egy, hogy a védelem súlyának gyöngítésével, a vádhatóság, a nyomozóhatóság súlyának növelésével folytatódjanak le ezek az eljárások. Én utalnék a mai nap elején Lázár képviselőtársunk által elmondottakra, amely megalapozta ennek az egész vitának a feelingjét, és talán mindenki emlékszik az ügyvédeket érintő pejoratív kifejezésére, amelyet én itt megragadnám az alkalmat, és a leghatározottabban utasítanék vissza a védői társadalom, az ügyvédi társadalom nevébe, de tovább megyek az egész igazságszolgáltatási társadalom nevébe, úgy a bírói, mint az ügyészi kar tekintetében is. Azt üzenik nekünk ezek az ajánlási pontok, hogy ismét erőre kap az úgynevezett verbális bizonyítékok túlértékelése. A beismerő vallomás korona szeretének elismerés. Valamikor ugye az inkvizitórius eljárásokban az inkvizíció a bizonyítékok királynőjeként értékelt a vádlott beismerő vallomását, és egy kicsit arra utalnak ezek a paragrafusok, hogyha összeolvassuk őket, hogy ismét ennek a kicsikarása kerül előtérbe. Az ajánlás második pontjával, a 17 paragrafus módosításával ugye az eljáróbíróság kijelölése az ügyészség kezébe kerül. Most ezt lefordítom magyarra, egy nagykanizsai ügyben, mondjuk a nagykanizsai védő tekintetében Békés Csabán emel vádat a tisztelt ügyészség, oda viszi el mondjuk előzetes letartóztatásba vagy őrizetbe 120 órára a vádlottat, nyilvánvalóan 2 napig a védőt se engedi közel hozzá, aztán hogyha utána tud utazni a védő, akkor esetleg részt vehet a következő kihallgatáson, aztán mondjuk megajánlja neki az ajánlás 222a paragrafusa tekintetében a vádelem és elhalasztásának lehetőségét arra az esetre nézve, hogyha hajlandó együttműködni mondjuk a vádhatósággal, és X vagy Y ellen megfelelő vallomásokat tesz. Ha ezeket összeolvassuk, és hozzátesszük a védő korlátozott szerepét ezekben az eljárásokban, kizárva őt az információk megszerzésének a lehetőségébe, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy
Vajon nem a koncepciós perek előkészítésére történik kísérlet hazánkban? Valóban nem az lesz itt az eljárás lefolytatásának a célja, hogy beismerő vallomások tömkelegét csikarjuk ki? Tisztelt képviselőtársaim! Aki látott már közelről büntető eljárást, az pontosan tudja, hogy az eljárások elhúzódása az nem általában a vádlottnak felrúgható magatartásra vezethető vissza, hanem pontosan az ügy szakértői vagy egyéb bizonyítása okozza az eljárások elhúzódását. Ha megnézzük a kiemelt bűncselekmények közé felvett törvényi tényállásokat, akkor láthatjuk, hogy pontosan ezek a nagyértékű, vagyonértékű ügyek azok, ahol a vagyoni előny vagy a vagyoni hátrány bizonyítása bizony hosszadalmas, nem egyszer több összetevős szakértői bizonyítást feltételez. Hetekig, hónapokig pontosan ezek az okok azok, amik elhúzzák az eljárás befejezhetőségét, és az viszont nem látom ebben a büntető eljárásban, hogy lépéseket tenne mondjuk a szakértői bizonyítás gyorsítása, vagy az eljárás egyéb eljárás okainak a egyszerűsítése érdekében. Itt kizárólagosan, vagy elsődlegesen a védői jogok csorbításában és a vádlott kiszolgáltatásában látja azt a lehetőséget, amely közelebb viszi az igazság kiderítését. Mindezekre tekintettel én a magam részéről az ajánlás második pontjában elhagyását javasolom az eljáró bíróságok ügyészségi kijelölési lehetőségének. Tegyük azt hozzá, hogy egyébként hatásköri tekintetben volt már példa arra, hogy nem városi, hanem megyei bíróság előtt emel vádat az ügyészség, de ez inkább a garanciális eljárások növelését, nem pedig a kiszolgáltatottságot fokozta ezekben az ügyekben. Én a magam részéről ellenezném a vádemelés elhalasztásával érintett ügyek súlyának növelését, valamint egy pár szót azért estenék a poligráfos vizsgálat tekintetében, már Bárándi Gergely képviselőtársam is megemlítette. Egyetértünk a Rubovszki képviselőtársunknak az a módosító indítványával, hogy a tanú tekintetében mellőzzük a kötelező jellegű poligráfos vizsgálatot. A gyanúsított tekintetében nem kell mellőzni, mert vagy tesz vallomást, vagy nem tesz vallomást, ezt ő maga dönti el, de úgy gondoljuk, hogy a védő, illetve a tanú szerepe nem indokolja azt, hogy ránézve ilyen kötelezően oktrojálandó bizonyítási eljárást folytassunk le. A magam részéről ennyivel kívánom indokolni az álláspont. Köszönöm. Két perces hozzászólás, Dorosz Dávid képviselő úr, LMP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, az ajánlás 19. pontjához szeretnék hozzászólni. Ez ugye a 120 órás fogvatartás, amivel több képviselőtársammal egyetértésben én is ennek az elhagyását kérem, mégpedig elhagyását kérem, hiszen a Brogan kontra Egyesült Királyság ügyben a Strasbourgi Bíróság 4 nap 6 órányi és terrorizmusra gyanúsított vádlottak esetében is az egyezménybe és az európai normákba ütközőnek találta az őrizetet, így aztán könnyen kitalálható és megjósolható, nem kell hozzá nagy tehetség és jós tehetség, hogy a 120 órát ugyanígy a nemzetközi normákkal ellentétesnek fogja találni a bíróság. Megkímélendő az országot egy ilyen kellemetlenségtől, illetve egy ilyen bírósági ítélettől. Javasoljuk azt, hogy ezt alapvetően teljesen indokolatlan és céltalan javaslatot vegyük ki, és ne váljon részévé a véglegesen elfogadott javaslatnak. Köszönöm szépen. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr, normál szót kérve. Köszönöm, elnök úr. Akkor folytatva az előzekben kifejtett gondolatkört, ahhoz a kérdésre szeretnék hozzászólni a ajánlási pontok közül. Ez Cserpakovics András képviselőtársunk javaslata, amely a egyes büntető tényállások beemelésével szeretné bővíteni a kiemelt ügyek körét. Ugye megtalálom, ez a 14-es. És ugye, ha ezt most teljes egészében összevetjük az eredeti koncepcióval, mely szerint a politikus bűnözés elleni fellépés vezérli a kormányzatot, akkor valóban feltegyük a kérdést, egy sima feles többségi törvényről van szó, vajon mivel fognak még bővülni ezek az úgynevezett kiemelt ügyek, ki és milyen szempontok alapján minősíti kiemelt ügyeknek, mert azzal valóban egyet lehet érteni, hogy az emberölés súlyosabban minősül esetei ilyennek minősülnek, de ha a bűnszervezetben részvétel kategóriáját veszük, az már gyakorlatilag teljes mértékben kitágítja a lehetséges elkövetési magatartások körét, és amire az utaltam az előbb. Hát 2001. szeptember 11-e után a világon terjedő kór
az úgynevezett háború a terror ellen, aminek jegyében születtek meg azok a jogszabályok az Amerikai Egyesült Államokban, amelyekről már bebizonyosodott, hogy olyan rendszert hoztak létre, ahol még a szabadságokra is oly büszke Egyesült Államokban előfordulhat olyan, hogy 4-5 évig valakik Guantanamón úgy tartanak, hogy megfosztják a védelem lehetőségétől, és kínvallatásoknak vetik alá. Tehát ilyen irányba nem tarthat Magyarország. Magyarország jogi hagyományai, a személyes szabadság tiszteletének hagyományai, a Szent Korona eszmeiség aktuális értelmezésével mélyen tiltakoznunk kell minden olyan kísérlet ellen, amely gyakorlatilag ezt a logikát követve próbálja kitágítani, ráolvasni olyan emberekre a potenciális terrorista fogalmát, amelyre sajnos élő példa is van. Tehát hivatkoztam már az előbb, hogy tényleg Magyarországon zajlik egy olyan eljárás 17 vádlottal, Budázi György és társai ellenügyről van szó, amelyben terroristává próbálnak faragni olyan hazafiakat, akikkel szemben hitelt érdemelő bizonyítékot még mai napig nem tudtak előállítani 2 évvel, vagy most már lassan 3 évvel a megindult eljárás után, és ennek ellenére mégis a vádak alapján olyan büntetéssel fenyegetik őket, amelyeket nyilvánvaló módon a büntető törvénykönyv előír, de hát a valódi terroristákra, és nem azokra, akikre olyan házkutatás során lefoglalt számítógépekből szerzett adatokra hivatkoznak, amelynél nem tartották be a szabályokat, vagy amelynél elrobbantották a robbanószereket, hogy ne lehessen utána reprodukálni a tényállást. Tehát általános jelleggel és konkrét tapasztalatok alapján is azt lehet mondani, hogy nem jó irány ez az út, amin elindult a kormányzat. Még egyszer mondom, félreértés ne essék, támogatjuk a határozott és szigorú felelősségre vonást, az állam erősítését a gyorsítás eszközrendszereiben, de például Ipkovics képviselőtársam sem mondta, hogy akár a szakértői munkaterületén ezt kőkeményen meg lehetne még szigorítani, hiszen valóban legtöbbször a szakértői munkákon állnak az ügyek, vagy éppenséggel olyan belső ügyviteli elnehezüléseken, mint amit a Fővárosi Bíróság mondjuk, vagy a Pest megyei Bíróság eleve eldugult állapota mutat, tehát itt ugye bírósági igazgatás szervezési lépésekkel lehetne előrelépni. Mindenesetre ez a két legszigorúbb szabály, amit a 19-es ajánlási ponton szereplő közös javaslatunk többekkel, több képviselőtársammal irányoz, ezt, tehát a 120 órás őrizet és a 48 órás védőnélküli jelenlét, vagy terhelti kihallgathatóság, ez mindenképpen elvetendő. Szeretnék még szólni ahhoz a szabály módosító javaslathoz, amit Bárándi Gergely képviselőtársam említett, mégpedig az előzetes letartóztatással kapcsolatos javaslatom az 5-ös ajánlási pontban. Én úgy érzem, hogy az elmúlt évek gyakorlata egyértelműen rámutatott arra, hogy abszolút tarthatatlan, ami Magyarországon előzetes letartóztatás címén folyik. Megint csak el kell mondani azt, hogy természetesen az indokolt esetben igenis helye kell legyen ennek a kényszerintézkedésnek, de ez egy kivételes és nagyon szigorúan indokolt intézkedés kell legyen, amelyet megfelelő bizonyítékokkal kell alátámasztani. Különös elrendelési jog. Hát Budázék esetében most 2 év után hozták elő a bűnismétlést, például mint előzetes letartóztatási okot, ami egyszerűen nonsens, és ezt minden szakmában dolgozó kolléga tudja, mindenfajta világnézeti hovatartozástól függetlenül, hogy ez abszurdum. Tehát igenis szükséges volna, hogy a előzetes letartóztatásra irányuló indítvány megtételékor, vagy azt megelőzően, megfelelő időben megismerhesse a terhelt és védője azt, hogy mire alapozzák egyáltalán megalapozott gyanút, milyen szintű bizonyítékok és milyen mélységi bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ezt szolgálná az a javaslatom, amely ezt beiktatná a büntetőjárási törvénybe. És nagyon sajnálom egyébként, hogy az a munka, amit valóban Bárdi Gergely nagyon kitartóan megkezdett itt a Alkotmányügyi Bizottság végrehajtást ellenőrző albizottságában, az előzetes letartóztatás intézményének átfogó reformjára, amely egyébként egy nagyon komoly szakmai támogatást kapott Kozma utcai kihelyezett ülésen, majd 2 másik ülésen a szakma teljes krémje elmondta lényegében azt, hogy reform szükséges, újra kell gondolni a szabályokat, mert az ENSZ egyezményeknek sem felel meg a magyar gyakorlat, és semmilyen nemzetközi előírás nem elégít ki.
Tehát én úgy gondolom, hogy a civilizált jogállamok útját kell járnunk, és nem lehet azt a gyakorlatot folytatni, ami egyébként tényleg az elmúlt 8 évben igen jellemző volt, hogy számos hazafit kifejezetten olyan koncepciós politikai vezérelt eljárások alá vontak, amelyben partnerek voltak azok a hatóságok, amelyek most még mindig tele vannak azokkal az emberekkel, akik vezérelték ezeket a koncepciós eljárásokat. Ezektől az emberektől kellene megszabadulni, és a megtisztított intézményeknek kellene utána megfelelő tisztességes jogköröket adni. Köszönöm. Dorosz Dávid képviselő, 2 perces. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az ajánlás 2., illetve 5. pontjához fogok hozzászólni. De ezek tipikusan a javaslat egész magvát jelentő folyamatra mutatnak rá, arra, hogy itt az ügyészséghez kerülnek át.